1994. május 5-én a 16 éves M. Krisztina elindult iskolába, de soha nem érkezett meg oda, és soha nem ment haza. Sziasztok, én Maja vagyok, ez pedig a Most lesz borzongás című podcast, amit azért hoztam létre, mert magam is nagyon szeretek ilyen történeteket hallgatni. Igyekszem minél mélyebben beleásni magamat minden bűnesetbe, és érdekesen átadni azokat. A mai epizódban a Száz halombattai rém történetét fogom nektek elmesélni. 1994. május 5-én a 16 éves M. Krisztina elindult iskolába, de soha nem érkezett meg, és soha nem ment haza. A kislányt nagy erőkkel elkezdték keresni. Kovács Béla akkori sztárnyomozó is felfigyelt az eltűnésre, hiszen egy droglabor felszámolásán dolgozott, és a kábítószerkereskedő banda egyik tagjának a barátnőjét, szintén M. Krisztinának hívták. Kovács Béla engedélyt kért, hogy nyomozhasson az ügyben, és kikérte az aktát is. Az akta viszont szinte üres volt. Krisztinát eltűnése napján pártanú látta az érdi buszpályaudvar közelében, de talán ez volt az egyetlen nyom. Ezt követően hamar kiderült, hogy egy másik M. Krisztináról volt szó, viszont a nyomozó felfigyelt az ügyre. Felkereste a szülőket is, akik elképzelni sem tudták, hova mehetett a lányuk. Csak annyit jegyeztek meg, hogy előző nap Krisztina a sógorával, nagyobbik lányuk férjével, Balogh Lajossal a kerítést festette, és közben elmerülten beszélgettek. A nyomozó felkereste Balogh Lajost is, aki nagyon segítőkész volt. Azt állította a férfi, hogy tűvé tette Battát, és érdet is, hogy megtalálja Krisztinát. A nyomozó érdeklődött a felől is, miről beszélgettek a lányjal eltűnése napja előtt. A férfi annyit mondott, hogy családi dolgokról. Balogh felesége, Krisztina nővére sem tudott információval szolgálni. Ezt követően Kovács Béla felsőbb utasításra átadta az ügyet, mert egyéb kiemelt bűntényeken kellett dolgoznia. Két hónap múlva viszont ismét tudott foglalkozni M. Krisztina eltűnésével. Mivel azóta sem került elő értékelhető információ, ezért a nyomozó elkezdte leellenőrizni a családtagokat. Lekérte Balogh Lajos előéletét is, és meglepődve látta, hogy lopásért, illetve rablásért már volt elítélve. Ugyanis Balogh Lajos egy félhomályos lépcsőházban kivárta a pénzzel érkező postást, majd egy késsel neki támadt. A postás viszont nem hagyta magát, és dulakodni kezdett a támadóval, aki végül elmenekült, de később megtalálták Balogh Lajos személyében. Ezért az akcióért 2,5 évre ítélték. A nyomozó figyelmét ekkor felkeltette Balogh Lajos, ezért úgy döntött, megkeresi börtöntársait is. Raptársa azt állította, hogy Lajos beszámolt neki arról, hogy Battán megerőszakolt egy éjszakai műszakból hazatartó nőt, de az áldozat nem tett feljelentést. Ám a nyomozót még nagyobb meglepetés érte, amikor Lajos édesanyjának aktáját kikérve látta, hogy a nő 1990-ben férje meggyilkolásáért lett elítélve. A nyomozó ettől a ponttól kezdve szinte csak Balogra fókuszált. Továbbra sem tudtak semmit M. Krisztina hollétéről. 94. szeptember 2-án egy Száz halombattai nyilvános telefonfülkéből Krisztina édesanyja munkahelyi telefonját egy zsaroló, elváltoztatott hangon hívta. 5 millió forintot követelt a kislány szabadon bocsájtásáért. 5-én a zsaroló újra próbálkozott, de ekkor az 5 millió forint helyett már csak 500 ezer forintot követelt. Majd másnap 6-án ismét hívás érkezett. Annak érdekében, hogy a telefonáló alátámassza a követelését, elárulta, hogy egy vasúti villanyoszlopra lerakta Krisztina iskolatáskáját, abba pedig azt a ruhát, amiben eltűnt. A szakértők megállapították, hogy a ruhát és a táskát kimosták, viszont egy olyan helyen tárolták, ahol megpenészedett. A zsaroló azt követelte, hogy az édesanyja szálljon fel egy vonatra a pénzzel, és amikor a vonatból jobbra kinézve fehér ruhát lát egy fának kötözve, dobja ki a pénzt az ablakon. Az édesanyja nem tette leget a zsaroló kéréseinek, sőt, ekkor már a rendőrségen is jelentette azt. Új eljárás indult az ügyben. Kovács Béla nyomozó bement a Magyar Rádióhoz is, segítséget kérni az elváltoztatott hanggal kapcsolatban. A hanganyag vizsgálata megkezdődött. Eközben ismét a családtagokra kezdett gyanakodni, hát ha ők próbálnak meg pénzt kicsalni az áldozatoktól. Úgy döntött, hogy elmegy Balogék lakásához is, amikor egy szomszéd számon kérte őt. Értetlenkedett, miért az érdi lányt keresik, amikor ebben a lépcsőházban is lakik egy család, amelynek eltűnt a lánya. Ugyanis 1994. június 24-én a 14 éves H. Hajnalkának nyoma veszett.
A nyomozó a helyi kapitányságra ment, de ott közölték vele, hogy egyelőre semmi nyoma nincs a 14 éves lánynak. Időközben a rendőrség kiderítette, melyik nyilvános telefonfülkéből telefonált a zsaroló. Találtak is három szemtanút, akik három férfit láttak abban az időben a telefonfülkében. A gyanúsítottakról fantomkép készült. Ezeket a fantomképeket nézve Kovács Béla nyomozó kikérte az összes 18 és 28 év közötti százhalombattai férfi személyigazolvány képét. Körülbelül 850 fényképet nézett végig az elrablót keresve. Úgy gondolta, a lány ismerhette elrablóját, ezért a családhoz közel álló embereket keresett. Így 1995. január 25-én 10 embert behívott az Őrsre, akikkel némi hasonlóságot fedezett fel. Majd behívta a két szemtanút is. Sajnos ekkor a harmadik szemtanú már nem tartózkodott Magyarországon. A kettő tanú közül viszont az egyik rámutatott Balogh Lajosra. Úgy gondolta, ő nagyon hasonlít a telefonálóra. Kovács Béla szerette volna elszámoltatni mind a 10 behívott embert, akik között Lajos és öccse, Tibor is ott volt, ám sajnos egy másik nyomozó elengedte őket. Mire Kovács Béla visszatért a szobába, már csak egy ember tartózkodott ott, Tibor. A nyomozó ki akarta hallgatni Tibort, de fontosabbnak tartotta, hogy bátyjával, Balogh Lajossal beszéljen. Ezért úgy döntött, hogy meglátogatja a férfit saját lakásában. A férfi ajtót nyitott, és beengedte a nyomozót, aki arra kérte, mutassa meg neki a ruhás szekrényét, mert szeretné megnézni, milyen ruházata van. Amíg a ruhás szekrény fele tartott az útjuk, a rendőr kinézett az erkélyre is, ahol felfedezte azt a trikót és azt a zöld nadrágot, amiben a szemtanúk látták a telefonálót a telefonfülkében. Ahogy a szekrénybe is betekintést nyert, meglátta a fekete hosszú szárú cipőt, amit szintén megjegyeztek a szemtanúk. A nyomozó ekkor már biztos volt a dolgában, de nem állt rendelkezésére elegendő bizonyíték. 1995. január 25-én hétfőn Lajosnak a rendőrségen kellett tanúskodnia, hogy a hangját újra meghallgassák a telefonhívások miatt. Természetesen Kovács Béla nyomozó hallgatta ki a férfit. A kihallgatás közben a nyomozó kapott egy érdekes telefonhívást, miszerint két fiatal lány holttestét találták meg a helyi erdőben. Történt ugyanis, hogy 1995. január 23-án, tehát két nappal ezelőtt, a 19 éves M. Zsuzsanna és P. Adrián a szokásos futásukra indultak, ám nem tértek haza. A nyomozónak nem kellett több. Miután véget ért a telefonbeszélgetése, visszatért a kihallgató szobába és a következőket mondta Balogh Lajosnak. Ide figyelj, barátom! A két lány is a tied. Te ölted meg őket. Lajos a nyomozóra nézett, majd lehajtotta a fejét és nem beszélt. Ekkor Lajost őrizetbe vették és megbilincselték. Két nap múlva a férfit poligráfra kötötték, és a kérdésekre adott válaszai alapján nem volt kizárható, hogy köze van M. Krisztina eltűnéséhez. Eközben a Magyar Rádió is elvégezte a hangazonosítást. A telefonáló hangja 80%-ban megegyezett Lajoséval. Végül Balogh megtört, és bevallotta a 4 gyilkosságot. Na de most, hogy tudjuk, hogy ki a gyilkos, egy kicsit ugorjunk vissza az időbe, és ismerjük meg őt jobban. 1966-ban járunk, amikor Balogh Lajos egy 4 gyermekes család második gyermekeként napvilágot látott. Nehéz gyerekkora volt, hiszen apja sokszor erőszakoskodott vele. Ám az erőszak a fiútól sem állt messze, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Lajos 8 éves korában 4 éves unokaöccsét ok nélkül félholtra verte. Később, apjához hasonlóan ő is festőmázoló lett. Majd fiatalon leszázalékolták. Történt ugyanis egy alkalommal, hogy leesett a létráról, belezuhant egy üvegajtóba, maradandó sérüléseket elszenvedve a karján. Ám ez a sérülés inkább az önbecsülését roncsolta tovább. Pláne, hogy az apja például ezután rendszeresen ingyen élő nyomorékként apostrofálta. Később, 1987. július 8-án Balogh Lajos feleségül vette akkori barátnőjét, akit már gyerekkora óta ismert. Lett egy közös kislányuk is. 3 évvel később, 1990-ben Balogh Lajos édesapja gyilkosság áldozata lett. Édesanyja azt állította, hogy ő tette, amiért el is ítélték a nőt. Gondolom ez a sztori kicsit nektek is sántikál. Hát elmondom, utólag kedves Balogh Lajos bevallotta, apját is ő ölte meg.
Édesanyja mindössze azért vállalta magára a gyilkosságot, hogy fiát védje. Akkor még nem tudhatta, hogy ez további 4 ember életébe fog kerülni. Különben Lajost is szabadságvesztésre ítélték, csoportosan elkövetett rablás kísérlete és lopás miatt. Tudjátok, amikor a postásra rátámadt. 1992. április 23-án kezdte meg büntetése letöltését. 1994-re, szabadulására, viszont megváltozott. Vezetőként kezdett el magára tekinteni. Elvárásokat támasztott a környezete felé. Ha valaki nem úgy tett, vagy szólt, ahogy ő azt elvárta volna, az szemet szúrt neki. Ahogyan az sem tetszett neki, hogy felesége húga, a 16 éves Krisztina sokszor tiszteletlenül beszélt a szüleivel. Amikor a lány egy családi összejövetelen ismét tiszteletlenül beszélt a szülőkkel, Lajos a fejébe vette, hogy ennek véget kell vetnie. Ördögi tervéhez kapóra jött neki, hogy kerítésfestés közben felesége húga Krisztina arra panaszkodott, nincs kedve iskolába menni. Lajos így könnyen rá tudta venni a lányt, hogy másnap iskola helyett inkább találkozzon vele. 1994. május 5-én reggel Krisztina szülei tudta nélkül iskola helyett Százhalombattára ment. 8 óra 30 perckor találkozott Balogh Lajossal a május 1-je téren lévő buszmegállóban. Lajos táskájában ekkor már ott lapult egy előre kihegyezett tapétázó olló, textilpelenka és egy öv. A rossz idő ellenére Lajos rávette a lányt, hogy sétáljanak el a közeli kis erdőbe. Figyelem! A következő pár percben egy gyilkosság részleteit fogjátok hallani. Hogyha úgy gondolod, ez neked túl sok lehet, akkor tekerj át pár percet. Amikor odaértek az erdőhöz, Lajos folytogatni kezdte a lányt, ököllel többször az arcát ütötte, mesztelenre vetkőztette, és a közelben lévő homokbánya területére kényszerítette. A táskájában lévő övet ekkor a nyakára kötötte, és a hátára térdelve folytogatni kezdte. Megetette fűvel, majd a tapétázó ollót nemi szervébe szúrta, aztán a hasába, majd a nyaka jobb oldali részébe döfte. Közben figyelte a lány pulzusát, hogy az ne halljon meg túl hamar. Hosszú órákig kínoszta sógornőjét, végül a lány abba halt bele, hogy Balogh egy zsinórral megfojtotta. Később Balogh erről így nyilatkozott. Amikor elkezdtem magát a cselekményt, talán jobban féltem, mint maga az áldozat. Szinte remektem. De mire végeztem, addigra már rendesen élveztem. Szinte annyira, hogy abban a pillanatban, amikor meghalt, sajnáltam. Nem így sajnáltam, hanem azt, hogy már vége. A gyilkosság után Balogh Lajosból végleg felszínre tört a gonosz. Álmondása szerint perverz élvezetet okozott neki az ölés, és játéknak fogta fel. Másnap az anyósa sírva értesítette őket Krisztina eltűnéséről, Balogh pedig azonnal felajánlotta segítségét. Báránybőrbe bújt, és Krisztinát kereste. Ám nem sokáig bírta ki, hogy ne dicsekedjen eltettével. Úgy döntött, Tibor nevű öccsét fogja beavatni. Öccse számára Lajos példakép volt. Tekintettel arra, hogy a rendőrség sem fogott gyanút, a gyilkos érinthetetlennek érezte magát, és úgy döntött, hogy bandát szervez. A banda rablásból fog élni, és ennek érdekében embert is fognak ölni. Elsőként öccsét, Tibort vette be a csapatba, majd egy Krisztián nevű fiatalembert. Elvárta, hogy a tagok feltétel nélkül engedelmeskedjenek. Hűségüket azzal kellett bizonyítaniuk, hogy megölnek egy-egy embert. Először Krisztiánnak kellett bizonyítania. 5 napot kapott arra, hogy megöljön valakit. Lajost nem érdekelte, hogy kiről lesz szó, a lényeg, hogy legyen egy áldozat. Krisztián volt barátnőjét választotta áldozatnak, a 14 éves Hajnalkát. 1994. június 24-én Krisztián azzal csalta el a lányt az erdőbe, hogy 2 barátjával légpuskával fognak lövöldözni. Csatlakozzon hozzájuk. Amikor a 3 fiú és a lány egy sötétebb tisztásra értek, Balogh jelt adott a gyilkosságra. De sem Krisztián, sem az öccse nem volt hajlandó megtenni azt. Balogh erre dübe gurult, hasba vágta a kislányt a magával hozott 15 cm hosszú konyhakéssel. Levágta róla a ruhát, és összekötözte a kezeit. A homokbánya felé indult vele. Tibor útközben egyre inkább a gyilkosság ellen volt, össze is veszett bátyjával. Ám Lajos hazaküldte öccsét.
A homokbányához érve megerőszakolta a lányt, majd felszólította Krisztiánt, hogy a konyhakéssel ölje meg. A fiatal férfi viszont nem volt képes megtenni azt. Balog ismét haragra gerjedt, és több alkalommal hasba szúrta a kislányt. Majd mivel az még mindig életben volt, beton és aszfalt darabokat hozatott Krisztiánnal. Végül addig ütötte ezekkel a darabokkal Hajnalka fejét, hogy az belehalt sérüléseibe. Természetesen Balog Lajos nem hagyta szó nélkül, hogy Krisztián és öccse is kudarcot vallottak. A sárga földig lehordta őket. Na de a banda elsősorban pénzt akart szerezni. Ezért Balog kitalálta, hogy 5 millió forintot fog követelni felesége szüleitől azzal az ürüggyel, hogy a pénzért cserébe szabadon engedi a már meggyilkolt Krisztinát. Ám ezzel csak azt érte el, hogy a rendőrség új nyomozást indított, melynek során őt is kihallgatták. A nyomozók számára Lajos ekkor már gyanús volt, de nem állt rendelkezésükre elegendő bizonyíték. A nyomozók arra is felfigyeltek, hogy felesége ekkor tájt elköltözött tőle a kislányukkal. Lajos később a különköltözésről azt mondta, hogy ő ragaszkodott hozzá, hogy felesége és a lánya költözzenek el tőle, attól tartott ugyanis, hogy meg fogja őket ölni. Ezt követően Lajost kihallgatták a váltságdíjjal követelő ismeretlen hívó ügyében. Pontosabban hangmintát vettek tőle. A kihallgatás után Lajos egyszerre vált idegessé és túlságosan elbizakodottá. A lebukástól tartva visszament társaival Krisztina holttestéhez és denaturált szesszel, illetve sósabbal próbálta meg felismerhetetlenné tenni azt. Ezt követően szerzett egy pisztolyt és egy 10 emeletes ház földszintjén lévő ékszerüzlet kirablását tervezgette. Az akcióra 1995. január 23-án került volna sor, de az üzletben túl sokan tartózkodtak, és a lesben álló Balog úgy döntött, elhalasztja a támadást. A banda aznap este szokott helyén, a százhalombattai kiserdőben, a korábbi gyilkosságoktól nem messze találkozott ismét. Megbeszélték az ékszerboltban történteket, majd a jövőről is ejtettek pár szót. Terveik között szerepelt, hogy elrabolnak embereket, akiket megölnek, miközben a családjaikat zsarolják. A sötét megbeszélést két lány zavarta meg, akik a szokásos esti kocogásukat teljesítették az erdő fái között. És itt bárcsak azt mondhatnám, hogy nem az történt, amire gondolsz, de 1995. január 23-án a 19 éves M. Zsuzsanna és P. Adrien a szokásos futásukra indultak, de sosem tértek haza. Balog leütötte egyiküket a pisztolyával, míg a másik lányt, testvére és Krisztián teperték a földre. Elvették tőlük a fülbevalóikat és a náluk lévő ékszereket, majd Balog a homokbánya felé terelte őket. Tibor és Krisztián itt lemaradtak, és már nem voltak jelen. Balog a Nyúldom nevű helyre érve megerőszakolta a lányokat. Ezután az erdő egy sűrű pontjára vitte őket, és hozzá ismét csatlakozó öccsével, Tiborral, hasra fektette őket. Az egyikük hátáról ülve nagyjából 25 cm-ről fejbe lőtte mindkettejüket, majd miután észlelte, hogy életben maradtak, elővette egy 22 cm-es törkést, és többször megszurkálta őket. A kegyelemért könyörgő, hörgő áldozatok borzalmas szenvedéseinek azonban még ekkor sem lett vége. Balog Lajos ugyanis a pulzusukat ellenőrizve észrevette, hogy még mindig életben vannak. Testvére segítségével ezek után addig folytogatta, ütlegelte és rugdosta a két ártatlan lányt, amíg meg nem haltak. Balog Lajos életfogytiglant, öccse 13, Krisztián pedig 8 évet kapott. Balog nem tanúsított megbánást és büszkélkedett tetteivel. Előszeretettel hangsúlyozta, hogy saját magát két gyilkosnak tartja. A nyomozás alatt még két gyilkosságot beismert. Állítása szerint egy korábbi bűntársát és egy alkalmi ismerősét ölte meg, de a rendőrség nem tudta beazonosítani az áldozatokat, és nem is talált semmilyen nyomot erre vonatkozóan. A férfi jelenleg a szegedi csillagbörtön különleges körletében tölti a büntetését. Kiemelten veszélyes fogvatartottnak minősül, akit a zárkán kívül is bilincsben és bilincsrögzítő övvel kísérnek a felügyelők. Külsős munkákat nem végezhet, zárkán belül dolgozik. Papírhajtogatást és dobozolást végez. Néhány évvel ezelőtt egy interjúban azt nyilatkozta, alig várja már, hogy kiszabaduljon, mert annyira élvezte az ölést, hogy az első dolga is az lesz.
Balog Lajos ideje talán 2025-ben jöhet el, amikor egy bizottságnak döntenie kell majd arról, hogy az eltelt büntetés elegendő volt-e, és a társadalomba visszailleszkedve hasznos tagja tud-e annak lenni. Szerény véleményem szerint pont az ilyen emberek miatt kellene újra gondolni a halálbüntetést. És most engedd meg, hogy maga Balog Lajos szavaival éljek. Azt gondolom, nincs mindenkinek joga arra, hogy éljen. Ha tetszett az epizód, kérlek hagyj itt egy visszajelzést, mert érdeklődéstől függően fogom elkészíteni a következő részt. Őszintén, srácok, megvallom, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan kellene most elköszönnöm. Nagyon empatikus lénynek tartom magamat, és ezeket hallva, olvasva, kutatva azért ez a történet, ez nyilván hát nagyon tragikus az áldozatok szemszögéből, illetve a hozzátartozók szemszögéből, úgyhogy tényleg nem tudom, hogy mit mondhatnék. Kívánok nektek csodálatos szép napot vagy estét. Sziasztok!